Az Európai Uniós támogatás jár Magyarországnak, jár a magyar embereknek, az Orbán kormány politikája miatt azonban ezek a források nem érkeznek meg, mondta a Varga László. Az MSZP elnök helyettese szerint a miniszterelnök politikája zsákutcába jutott, ennek tudható be, hogy nincs megállapodás, nem érkeznek a források Magyarországra, és ez az oka a kiemelkedően magas inflációnak is. Hiába várja Magyarország az Európai Uniós támogatásokat, azok egyelőre nem érkeznek. Pedig ezek a források járnak a magyar embereknek, mondta Varga László. Az MSZP elnök helyettese szerint a miniszterelnök politikája miatt nem érkezik a pénz. Az orbáni politika a vitákat szítja Európában, nem a békét és a biztonságot szolgálja. Emiatt nem jönnek források Magyarországra. Emiatt van orbáni infláció az országban, emiatt magasabbak az alapvető élelmiszerárak jóval, mint a környező országokban, és emiatt van az, hogy több mint 10%-a még a térség államainál is magasabb az infláció. Ezt nem indokolja semmiféle szankció. Ezt Orbán elhibázott gazdaságpolitikája indokolja. Varga László szerint ez napi szinten okoz hatalmas problémát és kárt a magyar embereknek, a miskolci családoknak és az önkormányzatnak is. Az MSZP elnök helyettesétől Simon Gábor, a párt miskolci elnöke és a Velünk a Város frakció vezetője vette át a szót. A politikus elmondta, Miskolcnak a 2021-től induló fejlesztési ciklusban több mint 30 milliárd forintos uniós forrást ítéltek meg. Követően ugye mi elkészítettük a 2030-ig szóló fejlesztési terveit a városnak, összeraktuk azokat a projekteket, amelyek az uniós források megérkezése esetén indíthatóak, azonban sem 21-ben, sem 22-ben, és most úgy tűnik, hogy 23-ban is valószínű, hogy nem fog uniós forrás érkezni városunkba. Ez azt jelenti, hogy a 7 évből a Fidesz politikusai, a Fidesz oligarchái 3 évet elvesznek Miskolc város életéből. Simon Gábor hozzátette, a város vezetés ennek ellenére készül a források felhasználására. Mint mondta, jelenleg 21 olyan projekt van, amelyeket azonnal el lehetne indítani, amint megjön a támogatás.